És zárójelben szerepel az abolicionizmus, tehát a rabszolgák felszabadítása, azért, mert egyetlen egy olyan forrásunk sincs magyarok tollából, ami ezt igazolná. Tehát valószínűsíthető, hogy a rabszolgaság intézményével nem értettek egyet, azonban az, hogy kifejezetten ezért jelentkeztek volna, ez a források alapján nem igazolható. És ami a legérdekesebb, a magyar polgárháborús résztvevők több mint 10%-a a konfederáció hadseregében szolgált. Ez ugye kicsit nehezen volt összeegyeztethető ezzel a magyarázattal, hogy a rabszolgaság ellen kívántak a Kossuth emigránsok harcolni. Azonban megdöbbentő hasonlóságok vannak a motivációk között. Némelyek úgy mondták, hogy hát a körülmények, bizonyos körülmények miatt jelentkeztek a konfederáció hadseregébe. Az egyik legjobb példa erre István Béla, aki egy igazi bestsellert írt a polgárháború idején, az a cím ennek a könyvnek, hogy War Pictures from the South, tehát háborús képek a délről, és ebben ugye részletesen foglalkozik a saját katonai pályafutásával, hőstetteivel, és hát ezzel annyi probléma van, és egyébként ő korábban Kossuth lovassági ezredese volt a Szabadságharcban, és hát sikerült hosszas kutatás után kideríteni, hogy ebből a könyvből egy szó nem igaz. Tehát egyetlen egy szó nem igaz. Nem is István Bélának hívták, nem is volt magyar, soha nem harcolt a Szabadságharcban, és a polgárháborúval foglalkozó fejezetek is gyakorlatilag plágium eredménye, tehát más polgárháborús munkákból ollózta össze. Tehát, és ő úgy hivatkozott erre, hogy hát a körülmények úgy alakultak, hogy akarata ellenére is a déli hadseregben találta magát. Én találtam olyan leveleket, amiket Jefferson Davisnek írt, felhívja magára a figyelmet, hogy ő egy komoly lovassági katonatiszt, és felajánlott a szolgálatait a konfederációnak. Tehát ez igazából nem volt igaz. A katonai karrier lehetősége azonban itt is fennáll, tehát itt is ez is motiváló tényező volt. Azt azonban meg kell említeni, hogy a konfederáció hadseregében bizalmatlanul fogadták a külföldieket, és sokkal nehezebb volt a katonai előrmenetel, mint az Unióban. Az anyagi érdek itt is szerepel, tehát a semminél biztosabb zsold az itt fontos volt. Illetve, ami szerepel motivációk között, az az, hogy úgy gondolták, hogy az államoknak szuverén joga az is például, hogy ha akarnak, akkor elszakadhatnak, vagy kiszakadhatnak az Unióból. Ez is szerepelt. Illetve érdekes, hogy nagyon sokan párhuzamot vontak a konfederáció és a 48-49-es magyar szabadságharc céljai között. Tehát nagyon sokan azt mondták, hogy nem értik, már a déliek nem értik, hogy hogyan harcolhatnak magyarok az Unióban, mikor gyakorlatilag a konfederáció testesíti meg ugyanazokat az eszméket, ugyanazokat a célokat, amelyekért a magyarok is harcoltak 48-49-ben. Nézzük meg a magyar polgárháborús részvételnek a központjait. Az első nem meglepő, New York, ez volt ugye a legnagyobb magyar kolónia. Mint említettem, nem volt kizárólag magyarokból álló katonai alakulat. Az egyetlen olyan, amiben nagyszámmal szolgáltak magyarok, ez a Garibaldi Garda volt, a 39. New Yorki gyalogezred, amely nagyon érdekes egy nemzetközi katonai alakulat volt, tehát ebben itáliai 48-asok szerepeltek, magyarok, spanyolok, franciák, németek, és ha megnézzük, ez volt a toborzási plakátjuk, akkor látható, hogy több nyelven olaszul, franciául, németül is szerepelt, és ha itt a nagyon apró betűs részt megnézzük, akkor itt az adopted country szerepel, tehát a befogadó országuk, az új hazájuk iránti katonai szolgálat szinte kötelességként szerepelt ezen a plakáton.
És valóban elég nagy számban szerepeltek, nagy számban szolgáltak magyarok ebben, ebben az alakulatban. Az ezredese is magyar volt. Itt látható egyébként szintén korabeli illusztrációban a zászlóavatás, tehát amikor szolgálatba állt ez az ezred. És a parancsnoka, az pedig korabeli fotón látható, őt úgy hívták, hogy Utasi György. Itt másik képen is látható. Ezen a bizonyos zászlóavatáson egyébként amerikai zászlót, itáliai trikolort, illetve magyar zászlót adományoztak. Tehát ez a három zászló, ez egymás mellett szerepelt ennél a katonai alakulatnál. Egyébként Utasi katonai karrierje meglehetősen problematikus, ugyanis a polgárháború második esztendejében hadbíróság elé állították sikkasztás gyanújával, és bűnösnek is találták, és egy év börtönbüntetést kapott. A második katonai központja, ahol magyarok szolgáltak, ez Missouri volt. Itt be kell mutatnom egy amerikai úriembert, aki John Charles Fremont névre hallgatott. Nagy népszerűségnek örvendett az Egyesült Államokban, részt vett a nyugati területek feltérképezésében, nem rendelkezett egyébként semmilyen katonai végzettséggel, és abolicionista volt, tehát a rabszolgaság ellen küzdött. És 1856-ban, amikor pusztán két évvel a Republikánus Párt megalapítása után John Charles Fremont volt a Republikánus Párt első elnök jelöltje, aki nem lett elnök, ennek ellenére nagyon komoly politikai befolyással rendelkezett, és a polgárháború kitörésekor úgynevezett politikai tábornok lett, voltak ilyenek is, tehát katonai tapasztalatának hiánya ellenére sikerült egy nagyon fontos katonai kinevezést biztosítani magának, és Missouriban a nyugati főparancsnokság főparancsnoka lett. Missouri nagyon problémás terület volt ebben az időben, ugyanis legalább annyi rabszolgaság párti lakott ebben a határállamban, amennyi rabszolgaság ellenes, tehát egyfajta ilyen kis mini polgárháború zajlott az államon belül, és Fremontnak egyáltalán nem volt könnyű dolga a főparancsnokságát megszervezni. Mivel saját maga nem rendelkezett katonai tapasztalattal, ezért a hivatásos katonákat nem is nagyon szerette, és megpróbálta külföldiekkel körülvenni magát, és nagyon számos magyar is szolgált Fremont alatt. Egyfajta ilyen romantikus hős volt egyébként, aki nagyon szerette a külsőségeket, például saját testőrséget állított fel, ennek a testőrségnek a parancsnoka magyar volt. Magyar volt Zágonyi Károly, és hát nem, ez Amerikában szokatlan volt, tehát ez az európai típusú ilyen parancsnok kultusz, ez teljesen ismeretlen volt az Egyesült Államokban, és hát bizalmatlansággal közelítettek hozzá. Érdekes és nem különösebben ismert tény erről a nyugati frontról, hogy Fremont magyarokat alkalmazott egyfajta ilyen titkosításra, kódolásra. Nagyon aggódott amiatt, hogy a táviratait azokat elfogják, és ezért volt egy magyar tisztje, aki minden táviratot lefordított magyarra, angolról magyarra. Magyarul táviratozták el Washingtonba, a hadügyminisztériumba, és ott is volt egy magyar, aki visszafordította ezeket. És ez a távirat, ez egy eredeti 61-es magyar nyelven Amerikában írott távirat, tehát nehezen olvasható, de közölje kérem az Egyesült Státuszok elnökével a következőket. Igen, hogy készhez kapta az előzőt, és az ellenség New Madridba visszavonult.